Na, sziasztok! Itt vagyunk egy újabb kicsomagoló videóval, amely tulajdonképpen a véletlen műve, hiszen nem volt szándékos ennek a tárgynak a beszerzése, mint ezt a címmel láthatjátok. Egy billentyűzetről van szó, amely nem más, mint a Thrustmasternek a vezeték nélküli billentyűzete és egere. Így jön egy csillogjon a lámpába. Magyar kiosztásos, ez a Thrustnak a THOZA kódnevű billentyűzete. Azért lett beszerezve, mert a Lenovo laptopnak a billentyűzete teljesen megadta magát, a javítási díja pedig olyan drága lenne, hogy úgy döntöttem, hogy inkább billentyűzetet veszek és külső billentyűzettel használom, mint hogy a javítási költséget kifizessen, és nem akartam vezetékes billentyűzetet, ugyanis már így is annyi kábel van, hogy elképesztő. Na de nézzük is, egy teljesen fekete billentyűzetről beszélünk, vezeték nélküli multimédia billentyűk vannak rajta, kompatibilis Mac-kel, illetve Windows-zal is, és adják hozzá az elemet, ami a billentyűzethez kell. Ha a hátulját megnézzük, akkor a feliratok jól látszódnak, többféle nyelven le van írva, hogy ez egy vezeték nélküli billentyűzet. Na most, hogyha megnézitek itt a piktogramokat, a multimédia billentyűk 1400 dpi, tehát 1400 dpi is maga az egér, és maga az USB stick, az pedig tárolható az egérnek az aljában. Egy egészen picike kis USB bizgentyűje van, itt pedig van egy QR kód, ami leolvasható a termékről. Na de nézzük is meg a doboz oldalát. Így néz ki. Ez az oldala. Másik oldalon pedig maga a típus. Vezeték nélküli billentyűzet és egér. A Thrust gyártmányából. Nos, akkor bontsuk is ki. Mindkét oldalon le van ragasztva. Jó, ez az, már mindjárt meg is van, oké, itt már fel is nyílt, megnézzük a másik oldalát, azt is felvágdossuk, hogy egyszerűbb legyen kivenni. Így visszafordítjuk, és megnézzük, hogy mikor lehet leragasztva. Nincs leragasztva. Máshol. Hát csak, hogy látszódjon így is. Egyik oldala. Én már látok itt valamit. Ó, már csúszik is kifelé. Jó. Oké, és még van benne egy doboz. És még mindig van benne egy doboz. Jó, akkor ezt a másik oldalról szedjük ki. Megfordítom.
Ki is jött. És a kettő mit a dobozkának látszik. Más nincs benne. Doboz alépni. Itt van egy kisebb doboz. Ez is nyitható. Ami, mint látható, üres. Nagyon jó. Ebbe lesz az egér. Nem, nem csak az egér. Itt az elem. Egy darab duplás ceruza elem. Egy darab triplás ceruza elem. És itt van maga az egér, az 1400 dpi-s felbontásával. Amelyet most megszabadítunk az acskótól. Így néz ki. Teljesen szép mat felülete van. Két gombos, görgetős, Trust egérke. Itt most ide helyezzük, hogy még képbe legyen. Ezt a dobozt meg oda dobtuk az ágyra. És akkor nézzük meg a billentyűzetünket. Ezt csomagolást mindig ellakom. És íme a fekete magyar kiosztású Trust billentyűzet számbillentyűzettel, amely nagy előny a laptop billentyűzetéhez képest. Igaz, nem világít, sötétben nem használható, de attól függetlenül, bocsánat, teljesen szépen tud működni. Egy kis hang. Mégis teljesen jó. Némi kemény műanyag csuklót támasz. Gumírozott az alja, tehát nem csúszkál. Van lábazata. Billentyűzetnek, tehát dönthető, amit én nagyon szeretek. Kényelmesebb úgy billentyűzni. Föl is állítom. És már teljes egészében használható. És mint láthatjátok, így néz ki közelről. Számbillentyűzettel gyönyörűen ellátva. Ott jelzi az akkumulátort, a caps lockot, és még szerintem mást is, majd megnézzem. Az F billentyűk ugyanúgy megvannak. Print screen, lejátszás, újraindítás, scrollozás, delete, minden, ami kell, rajta van. És itt látható multimédia funkciók. F1-en van a lejátszás, leállítás, F2, illetve F3 az előre-hátra tekerés, F4 a hangerő, F5 a némítás, F6 az nem tudom mi, majd arra rá kell jönni,
F7 az visszavisz a főoldalra, F8 a keresés, F9 a beállítások, F10 az árulás, és F11 pedig szerintem kalkulátor, F12 pedig a mappák, gondolom a intézőnek a megnyitása. Úgyhogy így néz ki. Most megnézzük az elemet. Behelyezzük. Itt az elemnyitó tálca. Elemnyitó, elemtartó tálca. Ki is pattintottam. Ide megy a 3-ás elem. Helyett a triplás. Na, félrebeszélek. Később van már. Oda megy a sima ceruza elem, amire mindjárt lefejtem a burkot. Egy pillanat, és meg is van. Azt mondja. De jó, rá van rakva. Aha, megvan. Már csak végig kell nyesni. Jó. Itt van egy olló. Ez az. Megbomlott, jó van. Innen már le is jön. Egy kis szemetelés az kell. Oda tapad hozzám a vigyula. Pozitív, negatív oldal. Megvan. Aha. Sejtettem, hogy nem jót nyitok ki. Ja. Ez az én formám. Na, viszont erről könnyebben lejött a hártya. Statikusan föl vagyok töltődve. Anyádat ragaszkodik hozzám. Ez benne is van. Visszatesszük a elemtartót. Vissza is pattant. Tökéletes. Ezt kidobjuk a szemétbe, nem kell. Mély billeg. Ja, becsukódott az egyik talpa. Méghozzá a jobb oldali. Ígyni. Most megnézzük az egeret. Ott is ott a kis tárca. Kipattintjuk. Tökéletes. Itt is jól látható jelölés. Pozitív, negatív oldal. Már föl is villant az egér. Visszahelyezem a tárcát. Így mi? Ezzel a beüzemelése meg is történt. Itt csinálunk helyet. Idehozom a laptopot.
is hoztam. Itt van a kicsike. Írni, hogy nagyjából középen legyünk. Itt az egér. Ja, egérbe ki kell szedni ugye a kis ízét. Itt az USB-stick. Gyönyörűen látszik, milyen pici. Tulajdonképpen csak a maga az USB van. És rajta van a céljelölés. Így. Ezt behelyezzük a laptopba. Melyik oldalon van nekem dugóm? Akkor fordítva. Benne is van. Belefentettem a gépet. Egyébként nagyon jó kis gép ez a Lenovo, mert nagyon szeretem, és mindennapi segítség a munkában is. Azt mondja, na nézzük a jelszót. Addig elhúzom, az nem publikus. És már teljes értékűen működik a billentyűzet. A jelszót avval írtam be. Tehát semmilyen konfigurálást, meg ilyesmit nem igényelt. Aminek én kifejezetten tudok örülni. És már egér is megjelent a képernyőn. Nem kell sokat mozgatni az egeret. Halk is. Kifejezetten jó, hogy van jobb és bal klik. Plusz a görgetője. Úgyhogy teljesen jó szolgálatot fog tenni. Illetve még itt van egy kis ilyen papírbigyuszka. Trust Toes a Wireless Keyboard and Mouse. Nagyítóval se olvasod el, az már biztos. És egy ilyen bózi hosszú lapra van nyomtatva. Bele se fél a képbe, de belefél. Szinte nagyobb, mint a billentyűzet. Sőt. Úgyhogy ebből lehet okosodni. És mindig nincs vége. Így. Ez a teljes hossza, kérem szépen. Úgyhogy kíváncsi leszek a tartós használat mellett milyen lesz. Együtt dolgozni ezzel a billentyűzettel. De annál sokkal jobb, mint hogy egy rossz billentyűzettel dolgozzak a laptopon. Nagyon kis szolidan áll ki a pöcök a gépből. Itt látható a pöcök. Úgyhogy szinte észre se venni, laptop táskába is befér, kényelmesen hordozható. De ezt nem akarom hordozni, lesz még egy társ billentyűzet, az lesz a munkahelyi billentyűzet, ugyanis hát kényelmesebb ezt itthon tartani és nem cipelni, be se fél a táskába a méreténél fogva, tehát én úgy gondolom, hogy ez így jó lesz. És hát készülök egy nagyobb beruházásra is, amihez szintén jó lesz ez a billentyűzet. Remélhetőleg támogatni fogja majd az új masinéria. De hogy ez mi lesz, vagy hogy lesz, arról majd később számolok be nektek. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a kicsomagoló videót. További kicsomagoló videókat itt találtok. A csatornámra itt tudtok feliratkozni, és várlak titeket szeretettel a legújabb videómban. Sziasztok, és szép estét nektek! Vagy reggelt, vagy nappalt, amikor megnézitek. Sziasztok!